Sziasztok! Én Giorgio vagyok a Karzonkomával, és itt ülök egy általam nagyon-nagyon tisztelt zenésszel, Héra Barnabás. Szervusz! Szervusz, köszönöm, hogy befáradtál! Örülök, hogy meghívtál ide magadhoz. Szóval az idei lemezetekről lenne szó, 2020 Corduroy Club. Miért? Corduroy Club 2, a lesz, ami lesz. Csak szimplán lesz, ami lesz a címe a lemeznek. Miért ez lett a címe Giorgio lemeznek? A lemez címét az elvonulásunkon találtuk ki, Barnabás. Te is ott voltál. Igen. Ez az elvonulás, ezt csak így elmondom azok kedvére, akik nem lennének képben, hogy mi elmentünk egy hétre egy ilyen zenekari edzőtábor tartani, ahol igazából befejeztük a lemezt és felvettük bizonyos részeit. De egyébként nem úgy történt ez, hogy kitaláltuk, hogy akkor most az utolsó nap, majd vacsoránál, tehát az utolsó vacsorán kitaláljuk, hogy mi legyen a lemez címe, hanem hogy akkor ez, hogy valamikor az elvonulásra, és akkor az utolsó vacsoránál jutott eszünkbe, hogy hát igen, ezt elfelejtettük. Ez egy tök jó, hogy nem az lett, hogy én azt például nem szeretem annyira, hogyha az egy lemez címe, ami a zenekar által vélt legnagyobb slágernek a címe is. Tehát például, mint érted, a Baby Comeback. Illetve volt még ugye, amivel kezdtük, hogy Corduroy Club 2. Ez az ötlet a hazafele tavaly és nyáron Sopronból született meg, amikor hallgattuk a Led Zeppelint, és ott mondta, hogy jaj, megvan az ötlet! Én tudom azt, hogy mi legyen a második lemezünknek a cím, mondtuk, hogy mondatti. Corduroy Club 2. Igen. Római számmal. Nem az lett, lesz, ami lesz lett a címe, ami összefoglalja azt, hogy egyébként mit gondolunk erről az egész évről. Akkor már egy koncertnek egy negyedik új dátumot próbáltunk kitalálni, akkor már úgy voltunk, hogy jó, tudod mit, majd csinálja ezt. Fél, legyen december 4-a, aztán lesz, ami lesz. És akkor így lesz, ami lesz. És valamint mindenképpen erre az évre akartunk reflektálni, így lett majdnem 20, illetve faszik a lemez címe. Az is felmerült meg. Faszik. Azt hinnéd, hogy ez csak így vicces, akkor nem tudom, faszik, ha jó, oké, ez vicces volt, dumáljunk az igazi lemez címe. Nem! Egyáltalán nem. Nagyon sokáig dumáltunk arra, hogy tényleg faszik legyen a lemez címe. Amúgy ezt tudod, hogy miért hülyeség? Mert mennyire fogjuk bánni, hogyha így majd kommentelben, hogy miért nem az? Annyival jó! Mennyivel jobb lett volna ez a Karzonkoma, faszik. Karzonkoma, lesz, ami lesz, élvezzétek! Csak az marad után.